Start elindult a második futam, ez a Potás János emlékverseny handicap, jól indult ki az egész mezőny, és nagyon jól kezd Princess Park, D'Angelo-nak le tud csukni még a kanyar előtt, hogyha Princess Park diktálja tempót, mögötte D'Angelo, illetve Passion of My Love következik, Zenrico és Gainer Boy, a két favorit következik, de mind a ketten ugye külső, harmadik, negyedik, ötödik pozíciót vállalják fel, mögöttük egy kicsit szélárnyékban Fabrizia, illetve Botanist, White Mare Sané volt ugye a legkellemetlenebb starthely a nyolcas, ő zárja egyelőre a sort, de nagyon együtt az egész mezőny. A finisse fordulva még mindig vezet Princess Park Perovicssal. Princess Park előnye nagyjából egyhoz, mögötte D'Angelo, illetve Passion of My Love, középen támadhat majd Gainer Boy, Zenrico, valamint Fabrizia, tehát a három favorit az utolsó 250-nél. Még Princess Parknak van egy gondolatnyi előnye, jön azonban Gainer Boy, és elindul, látszik Fabrizia, Zenrico már verve van. Princess Park védekezik, Fabrizia azonban nagyon erős. Fabrizia átvette most már a vezetést, Passion of My Love is megindul. Fabrizia vagy Princess Park, Fabrizia elő van, Fabrizia, Princess Park, Gainer Boy a befutási sorrend, nagyon-nagyon szoros negyedik lehet majd Passion of My Love, szinte azt lehet mondani, hogy öt hosszon belül az egész mezőny. És ebben a pillanatban elindult a nemzetközi amatőrverseny handicap, címernek sikerült egy kicsit gyengébben az indítás, aki viszont ére galopozik, az Aduász. Aduász megy kívül mögötte, ott láthatjuk Szolárt versenyezni, illetőleg nagyon jól pozícionálja magát Zélőve is, Zélővétől beljebb pedig Berenice színei tűnnek föl, majd pedig a favorit Valdesco igyekszik kívül fölfele szépen folyamatosan, ott láthatjuk nagyon közel még Flower of Paradise-t is, illetőleg címer az, aki azért meg találta a csatlakozást a pelotonhoz. Akkor, amikor érkeznek a kanyarba, fej-fej mellett galopozik Szolár, illetőleg Aduász, Aduász hátán pedig próbál meg feljebb jönni továbbra is Zélőve, illetőleg az a Valdesco, aki egyre jobb pozícióban látszik, és úgy látszik, hogy Berenice is még onnan esetleg meg tud indulni, sőt Flower of Paradise-on sem nagyon kell még mozogni, a zsokénőjének kézből tud jönni a mezőny végén továbbra is címer. Akkor, amikor lassan ráfordulnak a befutó egyenesre, azt láthatjuk, hogy Aduász, illetőleg belül a már kézzel biztatott Szolár, legkívüle pedig Valdesco az, aki megindul, a háttérből pedig Flower of Paradise is begyújtja a rakétákat. Most már egyértelműen Valdesco az, aki vezet, Valdesco megnyerheti ezt a versenyt, jön azonban rá folyamatosan visszafelé Aduász, Aduászt újra versenybe dobta a lovasnője, illetőleg jön Flower of Paradise is a dobogóért, de valószínű csak a dobogóért, hiszen Valdesco vezet, Valdesco meg fogja nyerni ezt a versenyt, mögé érkezett Flower of Paradise, a harmadik pozíciót pedig Aduász tudja betölteni. És start elindult a 2000 méteres Connollys Redmiss Alagi díj 2024-ben itt a Kincsen Parkban. Nézzük a kezdőtempót, és hogy ki megy el vezetni. Mágnás öcsi, némi meglepetése, ifjabb Kozma Istvánnal az, aki úgy tűnik, hogy elmegy és próbálja diktálni a tempót. Mágnás öcsi mögött jönnek szépen lassan, folyamatosan a többiek. Lady Lilibetrás kezdett kimondottan erősen. Ott van egyébként, úgy látom, Mellaris is közvetlenül az élmezőnyben. Lakánnal is gyorsan kezdtek. Carreras, illetve Exact a középmezőny tagja, Pescara, a Flying Aqua Angel ezúttal várása, mint hogy Géza is, illetve Timur, ők ketten zárják a sort. A frontban Mágnás öcsi azért nem megy világgá, ilyen erős közepesnek tűnik maximum a tempó. Mágnás öcsi Kozmával, két osztas előnyben Lakánnal szemben. Mágnás öcsi, Lakán, Lady Lilibetrás és Mellaris az első négy helyen, de mire kimondom, gyorsítanak Exactal, és Exact zárkózóban egy komoly szakaszt kért tőle, most már Giorgia Perovic, és az ügető átjáró környékén felgalopozik most már a második helyre, miközben azért Mágnás öcsi próbálja és tudja is tartani ezt a néhány hosszas előnyét az üldözőkkel szemben. Géza tovább és a mezőny hátsóbb felében, Flying Aqua Angel pedig most már Sanna kijön a harmadik spurban, és megkezdi a zárkózást. Nagyon együtt a mezőny, Exact pedig most már gyorsítva, ott van a vezető Mágnás öcsi mellett. Mágnás öcsi, Exact, Flying Aqua Angel, Lakán, Lili Libetrás, illetve Mellaris a lovak sorrendje, még mindig egészen hátul van, mind Carreras, mind pedig Géza. A kanyar közepén Mágnás öcsi a falon, még talán egy picit előrébb, mint Exact, de Exact most már azért úgy tűnik, hogy kézből jön, és talán-talán az egyenesre fordulva át tudja majd venni a vezetést. Flying Aqua Angel jelenleg a harmadik, Lakán kezd fáradni a háttérből, próbálnak jönni Mellarissal, elindul Géza, és próbálkozik Carreras, de egyelőre nem tűnik annyira erősnek, mint számítottunk rá. Exact most már egyértelműen az éren 300-nál, Exact mögött egy jó jön még lendülettel, ez pedig nem más, mint Géza a favorit, de egyelőre Exactnek van vele szemben nagyjából két osz előnye, Géza azonban nagyon elindul, Flying Aqua Angel is jön, Exact előnye pedig az utolsó 100 méteren elfogy,
Flying Aquangel vagy Géza nyerheti az idei alagi díjat. Géza elő van, Flying Aquangel védekezik. Géza vagy egy Flying Aquangel, Géza kívül, Gézáé az alagi díj. Géza, Flying Aquangel és X-ek lett a befutási sorrend. Óriási küzdelem után a favoritok döntik el ezt a versenyt, és Géza a nemzeti díj után az alagi díjban is nyer. És tart, elindult a nap 5. futam a Rascal Handicap, és kellemes meglepetés, hogy valamennyi jó lónak egészen tökéletesen sikerült a start, és egyelőre Szibéria az, akinek feltűnnek a színe a frontban, erősen fogva, de nem csak ő, hanem a többiek is, nincs egyelőre olyan, aki nagyon el szeretne menni, vezetni bent a falon, Morning Impact, Poker Level, Marinaris, aztán Mácezin, egészen kívül Mitra, hát hagyják a többiek, úgy tűnik Szibériát, hogy ha már elsőként ugrott ki a gépből, akkor maradjon is ott a frontban, úgyhogy vezet Szibéria József Parigála, kívülről Mitra az, aki felgalopozik mellé, mögé, Morning Impact-et látom továbbra is bent a falon, Poker Level-rel, illetve Marinarisszal. Jön a kanyar, Mitra kicsit kívül fordul, úgyhogy a falon versenyző Szibéria továbbra is tartja vezetőhelyét. Nagyon-nagyon szorosan együtt a mezőny, hát ez persze annak is köszönhető, hogy egyáltalán nem mondható igazán komolynak a tempó. Szibéria és Mitra párosa az első két helyen, mögöttük Poker Level nagyon közeli harmadik, majd jönnek a bábolnai színek, előbb Morning Impact fehér sapkában, a lovas aztán Marinár és sárgában, tiszta zöldben pedig Mácezin és Monir Madihi, a folytatásban Mora Mona mellett Katalina Luknaor, Bergspitze pedig a sor végén, akkor amikor most már azt lehet mondani, hogy féltáv környékén a mezőny, változatlanul Szibéria vezetésével. Szibéria és Morning Impact mellettük pedig még mindig Mitra második, harmadik spurban, Poker Level egészen ígéretes helyzetben, szélárnyékban, de nagyon közel a vezetőló mögött, bent a falon Moramona, jól jön Marinaris, jól jön Katalina, Bergspitzének van 2-3-hoz hátránya az előtte galoppozó Luknaorral szemben. Az utolsó 600-hoz közeledve sincs egyelőre még változás, de még mindig el lehet mondani, hogy egészen szépen együtt galoppozik a teljes mezőny a Rascal Handicapben, és továbbra is vezet Szibéria. Szibéria nyakán azonban ott van szinte az egész mezőny, az idén először futó Morning Impactnek nagyon erősen kell lovagolni, és az is kérdés, hogy lesz-e útja esetleg a falon. Poker Levelnek viszont megnyílik a folyosó, jön mellette Marinaris, és ott van Katalina is viszonylag közel. Szibéria őrzi egyelőre vezető helyét, óriásit védekezik, Poker Level támadja, Morning Impact támadja, Katalina is jó versenyt fut, és Mácezin is begyújtja a rakétákat. 200-nál. Szibéria még mindig vezet és próbál elköszönni a többiektől, ami sikerül is neki. Szibéria, Poker Lover, Katalina, illetve Mácezin egyelőre a sorrend, és Szibériának megvan pályafutása első sikere. Szibéria József Parigála győ, Szibéria, Mácezin, Poker Lover, ez a befutási sorrend, szoros negyedik Katalina. És ebben a pillanatban nekivágott a hét résztvevő a 2200 méteres távnak az Ostinato Handicapben. Chardonnay az, aki legjobban elkapta az indítás pillanatát bent a falon. Ott látjuk Hermiont galoppozni, majd pedig a nagy favorit State of Chaos követi őket. Jól van versenyben bent a falon The Little T is. Miközben egyet botlott State of Chaos, ezzel egy picikét talán kiesett a ritmusból. Az élen továbbra is Chardonnay, mögötte ott van Hermion, State of Chaos tud azért jönni. Egészen kívül fordul Regina, egyel beljebb Halahalát láthatjuk, majd The Little T és a mezőny végén Aurora Muzika jelen pillanatban. Meglassult egyébként a tempó, ugye kezdetben nagyon-nagyon erős iramot látszott diktálni Chardonnay, most azonban egy kicsit megfogta a ritmus, föl tud mellé szépen lassan folyamatosan galopozni Hermion, aztán ott látjuk State of Chaos-t, folyamatosan a harmadik helyen Regina, majd The Little T, Halahala, és úgy tűnik egyébként, hogy Aurora Muzika egyre inkább leszakad. Most gyorsít ismételten a tempón Chardonnay. Chardonnay előnye nagyjából egy félhosszra tehető Hermionnal szemben, aztán a favorit State of Chaos Regina. Nincs változás a sorrendben, The Little T is nagyon jól tartja magát, akár csak Halahala, és teljesen összezárkózott a mezőny, Aurora Muzika is megtalálta egyértelműen a csatlakozás. Chardonnay folyamatosan vezet, Chardonnay hozza be a kanyarra a mezőnyt, mellette ott van Hermion, illetőleg State of Chaos Regina a sorrend, és majd az igazi küzdelem valószínűleg most kezdődik, a kanyar közepéhez érkezik a mezőny, most már ostorhoz kellett nyúlni a Chardonnay lovasának, de még tudja tartani a vezető pozíciót, Hermion viszont folyamatosan presszionálja őt, egyre gyorsabb haladásra, Reginát is kézzel már átlovagolták, illetőleg ott van State of Chaos, State of Chaosnak kell majd megtalálnia a helyét, hogy előre tudjon jönni, Halálát is kívülre vette lovasa, onnan próbál megindulni, és Little T helyzete sem tűnik reménytelen.
Jack miközben átveszi a vezetést. Hermione vezet, azonban egészen biztosan kap majd támadást, egészen kívül például Hala gyújtja be a rakétákat, Hermione vezet, Hala galoppozik fel a második helyre, és még talán lesz ideje elindítani egy támadást, miközben ott van harmadik helyen Regina, de végül senki nem tudja megszorítani Hermiont. Hermione Munir Madihival megnyeri a versenyt, mögé érkezik Hala, harmadik pedig Regina. Start elindult a 2024-es Millennium díj, egy pillanatra talán Light Blue Sky ott ragadt a gépnél, de rögves tutor is tudja érni a többieket, és Amore Bolyjal Georgiev elmegy vezetni méghozzá, talán egy egészen jó tempót fog majd vele választani Georgiev. Mögötte Matt Machine színét tűnnek föl elsőként, Lost in Space Delicate következik, Eggie Choice mögött, bent a fonal a szürke Luis Fernando, kívülről Il Ministro, aztán Light Blue Sky, Sam Pantaleon, illetve Different Illusion a sor végén, és a tempó azért egészen jónak mondható. Az egyik favorit a tavalyi nyár hőse, a derbi nyerő többek között Amore Boy diktálja ezt a bizonyos iramot. Másfél osz nagyjából az előnye. Négyen vannak szinte teljesen együtt mögötte. Kívül Delikát, középen Matt Machine, bent a falon pedig Luis Fernando próbál kicsit feljebb zárkozni ott a harmadik, negyedik spúrban. Il Ministro, Eggie Choice, Lost in Space is egyre inkább próbál fölfelé kúszni, és Sam Pantalonnal is igyekszik elindulni Jaroslav Línek. Amore Boy vezetésével jön a mezőny az utolsó 800 méterre. Amore Boly mögött most már bent a falon Luis Fernando tud megérkezni, felsúrran szinte a másik favorit Amore Boly mögé, mellettük Matt Machine és Delikát, egyre közelebb most már a fronthoz Light Blue Sky, Il Ministro, Eggie Choice megy egy kicsit visszafelé, viszont cserébe kívülről Sam Pantalon tudja elindítani Jaroslav Línek. A befutóra fordul, egy egészen parás küzdelemre van kilátás, nagyon-nagyon együtt az idei Millennium díj mezőnye, vezet Amore Boly mellette viszont Matt Machine és Sam Pantalon, az a két lóki Franciaországban villogott az elmúlt időszakban, és a két favorit mellett elmenni látszanak. Amore Boly már verve, Luis Fernando sem nagyon tud jönni, jön viszont Matt Machine, és jön Sam Pantaleon magyar tréningből, Jaroslav Línekkel próbál átvenni a vezetést, Matt Machine azonban Pierre Bazirra védekezik, Matt Machine vagy Sam Pantaleon vagy Matt Machine, Matt Machine egy kicsit előrébb, mint Sam Pantaleon, és Matt Machine megnyeri az idei Millennium díjat, Matt Machine, Sam Pantaleon, Luis Fernando az első három, Amore Boly lesz majd a negyedik. Négy favorit az első négy helyen, de osztrák győzelem, Matt Machine a Millennium díj győztese. És ebben a pillanatban elindult a Bárdosi György emlékverseny handicap. Poseidon kapott leghamarabb lábra, az ére azonban Wolf of Wall Street galoppozik, most már meghúzza a mezőnyt, második helyre Pur Conqueror jön föl, aztán jön Poseidon, Sugar Bird van nagyon jó helyzetben, bent tőle, jobbra pedig Frangipánit láthatjuk galoppozni, Expect No Mercy a következő ló, és egyelőre Éj Király zárja a sort. Egészen jól bekezdett Wolf of Wall Street Stanislav Georgievvel, tartja vele a lépést azonban Pur Conqueror, illetőleg Poseidon is, ez a vezető hármasunk, hozzájuk próbálnak fölzárkózni, kívülről Sugar Bird, belül pedig Frangipán, és egészen kívül Expect No Mercy is szedi a lábait, és megpróbál csatlakozást találni a szökevény hármashoz. Ott azonban nem változik a sorrend, azaz Wolf of Wall Street, mögötte Pur Conqueror, illetőleg Poseidon, ez az élmezőnyünk jelen pillanatban, akkor, amikor a kanyart közepét hagyják el a lovak, és továbbra is Wolf of Wall Street vezet. Az iram nem lankad, azonban fölzárkozik Expect No Mercy, tehát ő megkapta a csatlakozást, megpróbálja jönni Sugar Bird, és egészen kívülről fordulva Éj Király is megpróbálja a csatlakozást. Elől azonban Wolf of Wall Street, akit e pillanatban elkezd támadni, szorongatni Pur Conqueror, illetőleg jön Expect No Mercy, míg bent a falon Poseidon is jól őrzi a pozícióját. Élen azonban Wolf of Wall Street, őt kell megverni annak, aki itt nyerni akar. Wolf of Wall Street még mindig vezet, jön azonban Pur Conqueror, illetőleg kívül a szürke Expect No Mercy nyom le egy nagyon kemény hajrát, de végül nem tudja megverni Wolf of Wall Street-et. Nagyon komoly célfotó lesz, rohamozott Expect No Mercy. Start elindult tehát
a záróverseny ma délután, Erzsébet királyné díj, és jutott ki az egyik három éves Ampadi Bokkáján Havlikkal, kérdés, hogy milyen tempót választ. Mögött a két istárótárs, Tulza és Campbell a második, valamint a harmadik. Jön Rádás, Rádás mögött Merci Star, illetve Catch Me, Resirámmal egyelőre egy kicsit hátrébb helyezkedik Kelemenzén, illetve az esélyesnek tűnő és favorizált Huntress a sor végén galoppozik jelenleg. A túlsó oldalra fordulva, Ampadi Bokkát azért erőteljesen fogja Jan Havlik, úgyhogy talán el tud majd menni mellette Campbell. Campbell próbál és tud is gyorsítani. Campbell, Ampadi Bokka túlza sorrendben érik el a féltávot, az ügető átjárót, az Erzsébet királyné díj él lovasai. Mögöttük most már zárkózóban a többiek Merci Star vezetésével. Merci Star kívülről próbálja majd közelíteni Catch Me, bent a falon Rádás, arra szól fölfelé, Rádás hátán pedig Resirám is egyre feljebb zárkózik, a Hókás Huntress továbbra is a sor végén. Pár jó néhány hosszal most már le van szakadva, miközben a vezető Campbell azért szakított magának egy elég komoly lyukat, ezért legalább 5-6 hosszas előnynek tűnik, sőt, ez előny ez folyamatosan nő. Campbellt azért nem lesz könnyű utolérni, hogyha így folytatja. Campbell vezet, mögötte mindig Ampadi Bokka, a második Merci Star a falon próbál majd talán elmenni mellette, Tulza mögött pedig még mindig csak a középmezőnyben, mind Resirám, mind pedig Rádás. Campbell előnye azért hirtelenjében, hogy jönnek az utolsó 500-ra, elkezd csökkenni, illetve fogyni, megérkezik mellé most már Ampadi Bokka, és egyelőre Merci Star is óriási versenyt fut, és akkor jön a két csontos ló, Rádás egyelőre előrébb van, mint Resirám. Az utolsó 300 méter kezdetén Ampadi Bokka Havlikkal most már vezet, Ampadi Bokka, de jön Rádás óriási lendülettel, lehet ebből egy újabb Georgiev győzelem, Ampadi Bokka vagy Rádás, Resirám is zárkózik, Huntress is megérkezik, Rádás pedig az utolsó 50 méteren még erősebb, és Rádási az utolsó futam az Erzsébet királyné díj. A 3-3 éves a dobogón, mert Rádás mögött Ampadi Bokka a második, Resirám pedig a harmadik, negyediknek jön a szerb vendég Huntress. Start kisebb várakozás követően végül 9 ló a startnál ez a First King Handicap. Jól indulnak 3-4-en, Dax bent a falon, mellette Petrarok, illetve Chicago, a három belső starthelyes a legerősebb. A favorizált Charles Wordnek is jól sikerült a startja, ott van az 5. pozícióban, egyelőre elment mellette Brilliance BD. Ott van Inforgettéből is. A sort egyelőre Wosterbo Noé zárja ki, sokkal kevésbé tudott lábra kapni a többiekhez képest, van legalább 20 méter hátránya, és Atom Maki sem úgy kezdett talán, mint ahogy várhattuk volna tőle. Chicago az éren most már, egy körrel a vég előtt, Chicago, Dax az első kettő, Petrarok mellett, Brilliance BD, mögöttük érkezik Inforgettéből és a favorit Charles Word, Best Boy, Atom Maki zárkózóban is, lassacskán talán Wosterbo Noé is megkapja a csatlakozást. Ebbe a pillanatban meg is kapta, gyakorlatilag teljesen egyé olvadt a mezőny, melyet Chicago vezet. Chicago előnye egy olyan 2 hossz lehet a kívül jövő Brilliance BD-vel, illetőleg a belülgető Dax-szal szemben, tehát 2-es fogatokba látszik rendeződni a mezőny. Egyelőre nincsen nagy mozgás, talán megindul Brilliance BD, illetőleg az ő hátán 6-ossal Inforgettable vesz föl jó támadó pozíciót, onnan ő is megindulhat, tehát Charles World a fogadók egyik nagy kedvence a középmezőnyben van jelen pillanatban, Wosterbo Noé pedig továbbra is zárja a mezőnyt. Chicago vezet, Chicagóra viszont elkezd jönni Brilliance BD, gyakorlatilag most ők ketten szaladtak meg egy kicsikét, de hát ez idézőjeles megszaladás, hiszen jöhetnek fölfelé a többiek, ott van például Inforgettable nagyon jó helyzetben, illetőleg leghátulról elindul Wosterbo Noé. 400 méter van még hátra a futamból, Chicago vezet, illetve mellette Brilliance BD, tudjuk, egyik lónak sem igazán a befutó az erőssége, hogyha jöhetnek a többiek, kívülről elindul Inforgettéből, elindul Charles World, Atom Maki, Wosterbo Noé, mind-mind kívül fognak majd támadni a falon, Dax egy kicsit zsákutcába került, Petrarok középen jön a favorit, Charles World most már az élen Inforgettéből el, kívülről pedig Atom Maki, valamint Wosterbo Noé is nagyon-nagyon erősnek tűnik, Charles World egyelőre vezet, jön az utolsó 50 méter, Charles World, Atom Maki, Wosterbo Noé, Charles World, Slavicsal, Charles World a nyerő. Charles World, Wosterbo Noé és Atom Maki az első három, a negyedik helyre végül Inforgettéből érkezik, 5. lesz majd Best Boy. Elindult a Zapato Handicap mezőnye, Bulibáró borzasztóan rosszul indult, ugye a start előtt kisebb hibát vétett, és a
gyakorlatilag a mezőny után egy 60 méterrel ered. Aranyéremen viszont nagyon jól elkapta a start pillanatát, ére tudott ügetni, mögötte pálinka nyújtja meg lépteit, kívülről pedig jön Vinok SB, bent a falon jól tartja magát Elton John 80, illetőleg Ékszer K. Cseh Commandante megfontoltan kezdete egyelőre, ő az, aki zárja a mezőnyt, és ahogy mondtam, Buli Báró gyakorlatilag minden sanszát valószínűleg elvesztette. Akkor, amikor a tribün egyenesre érkezik a mezőny, aranyérem eme vezetni tud, mögötte jön Pálinka, illetőleg Vinok SB, véletlenül a két nagy ellenfél, leginkább bennük bíztak a fogadók, majd Elton John 80, aztán Ékszer K, és ott van Cseh Commandante, egyáltalán nem kiszakadva, és azért Buli Báró is, amit lehet csökkent, de hát még mindig egy jó 20-25 méter a hátránya. Hatan vannak közel egymáshoz, Buli Báró helyzete továbbra is viszonylag reménytelen, vezet aranyéremen változatlanul, mögötte jönnek a favoritok Pálinka és Vinok SB, kívülről Ékszer K zárkózóban, Elton John 80 bent a falon, Ékszer K mögött pedig Cseh Commandantével vár egyelőre Farkas Tibora támadása. Ebben a futamban azért sokkal jobb esélye vannak, mint a közelmúltban. Nincs változás, ami a vezetőlovat illeti a kijárat környékén, bő 800-zal a vége előtt még mindig aranyéremen és Jelinek Zsolt az élen. Egy hosszal azonban most már ott van egészen közel mögötte Vinok SB, ment a falon továbbra, és Pálinka tartja magát remekül, majd Ékszer K következik, Ékszer K mögött még nem indult el egyelőre Cseh Commandante, Elton John 80 és Buli Báró próbálkozik, de mi mindig hátrányban a többiekkel szemben. Jön most már a finish, Cseh Commandante elindul kívülről a harmadik spúrban, tehát előtte van még mind Vinok SB, mind pedig Pálinka, akik most megpróbálják megközelíteni a vezető aranyéremet, és úgy tűnik, hogy ez Vinok SB-nek sikerül is. Vinok SB nagyon-nagyon frissen üget, úgy tűnik, hogy külsebb íven is el tud menni a vezetőló mellett, ott van Pálinka a támadásra kész pozícióban, és egyre közelebb hozzájuk Cseh Commandante megindulhat a finishben, ő is akkor, amikor a befutó egyenesben vagyunk, aranyéremem tudja tartani némi meglepetésre a vezető pozícióját, már nagyon hajtják Vinok SB-t egyre feljebb, de hát aranyéremem ennek ellen áll, vezet, aranyéremem megnyerheti a versenyt, kívülről azonban Cseh Commandante is megindul hatalmas léptekkel, de aranyéremem végül haza tudott menni, haza tudott érni, mögé érkezett Vinok SB, és aztán érkezett Cseh Commandante a harmadik helyre, ott egyébként valószínű lesz célfotó, de szerintem elérte, tehát 2-es, 6-os, 7-es lehet majd a sorrendünk. 2, start! Második nekifutása jön el végül is, a 115. nemzeti díj startja. Vegyesen kezdett a mezőn, de hiba nélkül a háttérben Eternity bár sokkal-sokkal hamarabban talpon, mint Enjoy. Ami pedig a frontot illeti, Fatigue de Jeutem tartja egyelőre a falat az istárotással Fabrisszal szemben. Mögöttük bent a falon Fendit látom. Kívülről Frelté Bokó mellett zárkózik most már Fáros is, Ságányel egészen szépen ki tudott keveredni a start utáni szituációból. Eternity bár pedig miután bekagyarodott, nagyon hamar ledolgozta ezt a 40 méteres hátrányát, és tulajdonképpen már a kanyarhoz érve, a kanyar végéhez érve meg is érkezik, és szép lassan talán Enjoy-jal is ez lesz a helyzet, lehetett volna a helyzet, de Enjoy galoppozik az befutó egyenes bejáratánál, és egyelőre nem nagyon sikerül vele mit kezdeni a fazekasnak. Könnyen lehet, hogy Enjoy ezzel ki is szállt ebből a versenyből. Fatigue de Jeutem, illetve Fáros, az, aki felrobog mellé egy körrel a vég előtt, bent a falon Fendi hátán Frejaté Bokó, majd Fabrisz, illetve Eternity Bár. Érdekesen alakul a 115. nemzeti díj, új vezető lovunk van az élen, ez pedig azt jelenti, hogy Fáros vette át a vezetést, és nagy lendülettel tette meg mindezt, már is egy olyan jó kéthosszas előnyre tett szert a többiekkel szemben, és aztán azt látjuk, hogy Fabrisz nagyon kívül fordul, lehetséges, hogy egy kicsit hibázgatott is, vagy valami történt vele, minden esetre Fáros vezet, Fáros mögött pedig ott láthatjuk Fatigue de Jeutemet idáig, mert most már a második helyre, aki fölkúszik, az Frejaté Bokó, az ő farvizén pedig jön előrefelé a kiválóan startolt Eternity Bár, és még azért küzdelemben van Fendi is, gyakorlatilag az ötödik pozícióból még akár jöhet előrefelé talán ő is. Akkor, amikor közelítünk az utolsó kanyarra, teljesen nyílt a nemzeti díj, annál is inkább, mert Frejaté Bokó hibázott, élen marad ezzel Fáros, de kap támadást Eternity Bártól. Eternity Bár nagyon könnyedén jön Fáros
Carlos mellett, és Eternity bár a befutóra már elsőként fog fordulni. Sok volt a hibázoló az idei nemzetiben. Eternity bár, Fáros, Fatigi de Jötem és Fendi, akik hiba nélkül futnak és osztoztatnak az első négy helyen. Eternity bár könnyű elsőként éri el a 200-as oszlopot, folyamatosan növeli az előnyét. Mögé jön most már Fatigi de Jötem, Fendi is próbálkozik Fárosszal szemben, aki elfáradt. Eternity bár pedig Velko Bazsittyal maga biztosan ér haza. Eternity bári a 115. nemzeti díj, hatalmas csata helyezéseket Eternity bár mögött, Fatigi de Jötem a második, Fendi lesz a harmadik, negyedik Fáros, ötödik pedig a hibája után jól zárkózó Freya T. Bokó, és a végén egyébként Injo is egészen közel végzett a helyezettekhez.